Az 1896-ban megnyitott milleniumi föld alatti vasút után jó fél évszázaddal 1950-ben kezdődtek el a kettes metróvonal építési munkálatai dr. Széchy Károly műegyetemi professzor vezetésével, szovjet műszaki megoldások átvételével. A munkák igen jó ütemben haladtak. Erre talán a legjellemzőbb, hogy másfél év alatt több mint 6000 fő állt az építkezés szolgálatában, és sikerült 14 munkahelyen egyidejűleg az alagút építés munkálatait megindítani. Az építkezés 1954-ben gazdasági okok miatt leállt, és csak 1963-ban folytatódott. 1970-ben adták át a forgalomnak a vonal pesti szakaszát, majd 1972-ben a budai szakasz átadásával a teljes Őrsvezértér déli pályaudvar közötti vonalon megindult a vasútforgalom. A vonal keresztezi a 300 méter széles Dunát. A mederfenék alatt mintegy 16 méterrel húzódik az alagút tengelye. A Magyar Televízió élő közvetítésben számolt be a neves eseményről. A vonal generál tervezője, az UVA-terv 1948 óta foglalkozik a budapesti metró vonalainak tervezésével. A kivitelező a KÉV metró volt, a beruházói feladatokat a Metróber látta el. A szovjet tervek felhasználásával megépült állomások, Barostér, Blahalujza tér, Deák tér, három nagyméretű öntött vas tübingekkel megépített állomási alagútból állnak. Ugyancsak három alagutas megoldással épült meg a moszkvatéri és a déli pályaudvari állomás, de már vasbeton szerkezettel. Az építési munkák újrakezdése után a magyar mérnökök új öt alagútból álló oszloprendekkel megtámasztott állomásokat terveztek, melyek térkialakítása gazdaságosabb volt. Ilyen a szakmai zsargonban Budapest típusúnak elkeresztelt állomás épült az Asztóriánál, a Kossuth és a Batthyány téren. A drága öntött vas tübingek helyett kifejlesztették és sikerrel alkalmazták a csuklós vasbeton blokkokból álló alagút falazati rendszert. Az állomások építészeti kialakítása igényes volt. Az utasforgalmi terek padlója és oldalfalai nemes kőburkolatot kaptak. A boltozatokat az akkor újdonságnak számító Luxaflex fém álmennyezettel takarták el. Ez sík, de nem túl tágas térlehatárolást eredményezett. Az utasterek fénycsöves megvilágítása a megnyitáskor kellemes és modern fényhatású volt. A metróvonal energiaellátása, szellőztetése, mozgó lépcsői és egyéb gépészeti berendezései biztonságosak, és a korszínvonalának megfelelő kialakításúak voltak. Joggal lehet mondani, hogy az M2 metróvonal megnyitásakor világszínvonalú létesítmény volt. Az ezredfordulóra a 30 éves napi 19 órán át üzemelő, naponta közel 4,5 millió utast szállító metróvonal mind műszakilag, mind esztétikailag jelentősen elhasználódott. A vasútüzem biztonságának és az utazás színvonalának megőrzése halaszthatatlanná tette a teljes felújítást. Ennek előkészítése 2001-ben, megvalósítása 2003-ban kezdődött el. Az előkészítés során bízták meg az UVA-terv ZRT-t a felújítás egy jelentős részének tervezési munkáival. Az előkészítés fontos mozzanata volt a rekonstrukció céljának és követelmény rendszerének pontos meghatározása. Az előirányzott munkák a vasútüzem minden részének korszerűsítésére kiterjedtek, és az alábbi főbb tevékenységeket tartalmazták. Az alagutak és állomások vízszigetelésének javítása, a belső szivárgó rendszerek kialakítása a szerkezetek élettartamát növeli. A vasúti pályaszerkezet és a biztosító berendezések cseréje a forgalombiztonság fenntartását magasabb szintre emelését szolgálja. Az elmúlt években külföldön bekövetkezett metrótüzek ráirányították az engedélyező hatóságok figyelmét erre a nagyon fontos területre. Megszigorították a követelményeket, melyeket a felújítás során kiépített, több elemből álló tűzvédelmi rendszer elégít ki magas biztonsági fokon. Vízködöt előállító berendezés szolgál az esetleges tüzek gyors oltására.
A vizet nagyon apró cseppekre porlasztja, ezért elektromos tüzeknél is alkalmazható. Az utasok evakuálását szolgálják a lejtaknákba telepített sugárventilátorok, melyek füstmentes menekülő utat biztosítanak a felszíni friss levegő befúvásával. A metró üzemi szellőztetési rendszere a korábbinál nagyobb kapacitással épül ki, hogy a sugárventilátorokkal összehangolt működtetésével az állomási utasforgalmi tereket nagy hatékonysággal füstmentessé tegye. Az új épületgépészeti és villamos berendezések, hálózatok nem csak az utasok, hanem az állomások föld alatti helyiségeiben dolgozók komfortérzetét is javítják. A metróüzem kifogástalan működéséhez elengedhetetlen a berendezések állandó felügyelete, ellenőrzése, működésük összehangolása. Ezek a tevékenységek eddig is léteztek. Most korszerűbb, többnyire digitális alapú, számítógép vezérlésű rendszerek segítik a diszpécserek munkáját. A felújítás utasokat érintő leglátványosabb fejezete az állomások építészeti kialakításának korszerűsítése. Nem egyszerű felújításról van itt szó, hiszen a megfogalmazott követelmények tágasabb tereket, világosabb környezetet, újszerű anyaghasználatot, a 21. századnak megfelelő vizuális hatásokat, összességében a korábbitól lényegesen eltérő építészeti környezetet eredményezte. Mindezeket egy egységes Budapest arculat kialakításának igényével. Az állomások boltozott terei kinyíltak, tágasabb, levegősebb térélményt adnak. A fal és mennyezet burkolatok világos színűek. Az alkalmazott tűzzománc burkoló elemek graffiti biztos felületűek. Az utasok komfortérzetét növelik a burkoló elemekben alkalmazott hangelnyelő betétek és a perforált kialakítás, ami jelentősen csökkenti a vonatok behaladásakor fellépő kellemetlen léghang terhelést. Jelentős fejlődés következett be az utóbbi években a világítás technikában is. Ennek eredményei az új, korszerű lámpatestek és fényforrások szintén az utasokat szolgálják, derűs, vidám fényhatást kölcsönözve a belső tereknek. Alkalmazásuk nem elhanyagolható eredménye az energiatakarékosság is. A Budapest arculat lényeges eleme a peronokkal szemközti függőleges felületen alkalmazott grafika, mely a város állomási környezetének jellegzetes motívumait vonultatja fel, olykor stilizált formában. A grafikai tervezés kiterjedt az utastájékoztatásra és a berendezési tárgyak kialakítására is. Az új tipizált padok, tűzcsapszekrények, hulladékgyűjtők, terelőkorlátok és biztonsági panelek is az egységes arculat részei. A fogyatékkal élő gondjainak enyhítésére is program készült, melynek bizonyos elemei már megvannak, rendszerbe állításuk megtörtént. A vak és gyengénlátó utasok, a taktilis sávok és az ATS rendszer. Míg a mozgáskorlátozott utasok a telepített liftek segítségét vehetik igénybe. A felújítási munkák szakaszosan éves programok szerint valósultak meg. A vonal alagutak szigetelése, a szivárgó építés és a vasúti pálya felújítása évenként, szigorú menetrend szerint részleges és teljes forgalommentes időszakokban történt. A nyári hónapokra időzített üzemszünetekben újították fel az állomásokat. A kivitelezés a Strabag ZRT, a Hídépítő ZRT, a Középszolg Kft., a VIV ZRT, a Szezselek és a Szazsem vállalatok vezetésével történt. Ehhez a menetrendhez igazodtak a tervezési munkák is. Az első és legfontosabb feladat a típus megoldások kialakítása, a megfelelő anyagok és gyártmányok felkutatása és a speciális szerkezeti megoldások megtervezése volt. Építészetben a grafikus társtervezővel karöltve az egységes vonali arculat megalkotása. Ezek után indult meg a konkrét tervezési munka. Az ismétlődő éves tervezési periódusokban az előző évi tapasztalatok kiértékelése, a megoldások finomítása után folytatódott az aktuális tervek elkészítése.
A tervek az UvaTerv ZRT és az Out Design Studio együttműködésével készültek. Idézzük fel az elmúlt 4 év történéseit. A 2004-es évben a Kossuth Lajos téri és a Blaha Lujza téri állomást újították fel. Nagy kihívás volt ez a projekt összes szereplőjének, de augusztus 20-án terv szerint megindulhatott a forgalom. A második évben a nyári részleges lezárás alatt újabb vonalszakasz rekonstrukciója és a keleti pályaudvar állomás felújítása történt. Az Astoria állomás és a csatlakozó aluljáró felújítása is 10 hetes teljes lezárás mellett zajlott le. Szintén 2005-ben a Batthyány tér állomás felújítását folyamatos vasúti üzem mellett részleges állomási lezárással kivitelezték. A felújítás kiterjedt az aluljáróra is, amely a Szentendrei hév állomásához csatlakozik. A harmadik évben a 3 legnagyobb és legbonyolultabb állomás felújítását végezték a szakemberek. A részleges forgalommentes időszakban újabb vonalszakasz rekonstrukció, 10 hetes teljes lezárás mellett a déli pályaudvar állomás felújítása történt. A Moszkva tér állomás és a felszíni épület felújítása is 2006 nyarán történt. A Deák tér állomás felújítása folyamatos vasúti üzem mellett részleges állomási lezárással zajlott le. Az eredeti anyagokból itt maradt meg a legtöbb. Ezzel a mélyállomások felújítása befejeződött. A felújítási munkákat teljesen 2007-ben fejezték be a 3 utolsó állomással. Új kihívás volt a tervezőknek a felszíni állomások környezetbe illesztése. Megújult a stadionok állomás. Az állomáson a mozgó lépcsőkön kívül lifteket is telepítettek, amelyek a mozgáskorlátozottak utazását segítik. A Pillangó utca állomás a felújítás után az utasoknak és az ott dolgozóknak is kedvezőbb körülményeket nyújt. A telepített liftek az akadálymentesítés elvárásainak megfelelőek. Az Őrsvezértér állomás egyéni megoldása a felújítás után új, városképi jelentőségű színfolttal zárja a 2-es metró vonalát. Annak ellenére, hogy az időszaki leállások elkerülhetetlenek voltak egyes vonalszakaszokon és időszakokban, elmondható, hogy a 2-es metróvonal felújítása a vasútüzem fenntartása mellett valósult meg. Az időszakos üzemszüneteket a BKV forgalmi szakemberei ugyanis úgy oldották meg, a metrópótlást olyan körültekintően szervezték meg, hogy az utazóközönség a legkisebb kényelmetlenségnek volt csak kitéve. A 2-es metróvonal a 21. század követelményeinek és színvonalának megfelelő felújítása határidőre és a tervezett költségkereten belül 2007-ben befejeződött. Az utazóközönség tetszését a felújított állomások elnyerték. A vonalon, rövidesen új szerelvényeken, még hosszú évekig utazhatunk, kellemes környezetben, gyorsan és biztonságosan.
Some 50 years after the inauguration of the Millennium Underground Railway in 1896, construction of Budapest's M2 metro line began in 1950, employing Soviet technology under the direction of university professor Dr. Károly Széchy. Work progressed at a very good pace, which was characterized by the fact that over a 1.5 year period, some 6,000 people were involved in construction, and work on the tunnel was progressing in 14 different locations simultaneously. Due to financial reasons, construction ceased in 1954, but recommenced in 1963. The Pest side of the metro line was inaugurated in 1970, and when the Buda section was handed over in 1972, underground trains commuted regularly from Erzsébet Square to the Déli railway station. The metro line traverses the 300-metre-wide Danube River, its axis located some 16 metres underneath the riverbed. Hungarian television reported on this important event in a live broadcast. Uvakarv has been involved in the planning of Budapest metro line since 1948 and was the principal designer of the M2 line. Kiev Metrol was the main contractor and Metrolbear was responsible for investment tasks. The Boros Square, Blaholuiza Square and Dayak Square stations were based on Soviet designs and consist of three large tunnels built with a cast iron tubbing lining. The Déli railway station and the Moskva Square stations were also built according to the three-tunnel design, but with a reinforced concrete structure. After construction work recommenced, Hungarian engineers designed new five-tunnel stations with a pillar support system that provided a more efficient utilization of space. The professional slang referred to these as Budapest-style stations, and they can be found at Astoria, Kossuth Square and Botyányi Square. Instead of the expensive cast iron tubbing, engineers developed and successfully applied a tunnel wall system consisting of coupled reinforced concrete blocks. The architectural design of the stations was discerning. Floors and walls of passenger areas received quality stone cladding, and the ceilings were hidden by a new Luxaflex steel type suspended ceiling. This resulted in a flush but not overly spacious division of these areas. The fluorescent lighting in passenger areas was considered pleasant and modern at the time the line was opened. The power supply, ventilation system, escalators and other technical apparatus of the metro line were safe and all met the highest technical standards. Hence, it can be justifiably said that at the time of its inauguration, Budapest's M2 metro line was internationally a state-of-the-art project. By the turn of the millennium, the 30-year-old metro line, which operated 19 hours and carried 250,000 passengers daily, was technically and aesthetically showing its age. A complete overhaul was necessary to maintain transport safety and the quality of travel. Preparatory work began in 2001, and the overhaul commenced in 2003. In the preparatory phase, Uvatervzéerté was commissioned to carry out a significant part of the design work. The precise definition of the aim of reconstruction and system of requirements was an important part of the preparatory work. The scheduled tasks extended to the modernization of all aspects of rail operations, including the following main assignments. Improvement of the water ceiling of tunnels and stations. Development of internal seepage systems and increased lifespan of their networks. Replacement of rail track and security systems to maintain transport safety and facilitate its improvement. The spate of metro fires in foreign countries over past years directed the attention of the licensing authority to this very important area. They imposed stricter requirements which provided a high degree of safety via the multi-stage fire prevention system installed during reconstruction. A water fog producing system ensures that fires are quickly extinguished by vaporizing water into tiny droplets.
hence the system can also be deployed with electrical fires. Evacuation of commuters is aided by jet fans in the incline shafts. They provide a smoke-free evacuation path by pumping in fresh air from the surface. The capacity of the Metro's regular ventilation system was increased so that its coordinated operation with the jet fans would provide for the rapid and effective smoke eradication of a station's passenger areas. The new building utilities, electrical devices and systems serve not only to improve the comfort feeling of passengers, but also of Metro workers employed in the underground facilities. The continual supervision, inspection, operation and coordination of all apparatus and systems are essential for the perfect operation of the Metro system. These existed previously, but are now more modern, mostly digital computer-controlled systems that aid the work of dispatchers. The most spectacular element of reconstruction affecting passengers was the modernisation of stations. Their reconstruction was more than mere renovation, since the new requirements demanded more spacious, brighter passenger areas, the use of modern materials, and an overall visual effect conforming to 21st century standards, resulting in an inner environment significantly different to what existed before. These were complemented with a uniform Budapest image design. The station's domed spaces opened up, resulting in a more spacious area experience. Wall and ceiling claddings are light coloured, and the applied baked enamel facing elements graffiti proof. The comfort feeling of passengers is increased by the sound-absorbing inserts of the facing elements, and their perforated design significantly reduces offensive airborne sound loading during the arrival of trains. Significant developments have also been made in past years in the area of lighting technology. As a result, the new modern light fittings and light sources also serve passenger comfort by lending a bright, cheerful atmosphere to the inner spaces. Their use also results in a significant energy reduction. A significant feature of the Budapest image is the graphics on the vertical surfaces opposite the platforms, which exhibit characteristic Budapest motifs from the vicinity of the various stations, often in a stylized form. Graphic design also extended to passenger information systems and the design of fixtures and furnishings, including the new standardized benches, fire hydrant cabinets, rubbish bins, queue barriers, security panels, and other features. A program was developed to ease the problems of the disabled, certain elements of which have already been completed and are in use today. Blind and visually impaired passengers can take advantage of tactile tracks, and the movement impaired can utilize newly installed elevators. Renovation work was carried out in phases, in yearly programs. Insulation of tunnels, construction of drainage and refurbishing of the rail infrastructure occurred in annual phases, according to a strict schedule during partial or complete traffic-free periods. The stations were renovated during complete shutdown periods in the summer months. Construction was headed by Strabag ZRT, Hidepitu ZRT, Kuzipso KFT, Viv ZRT, and the Tegelek and Shagan companies. Planning work also had to comply with this schedule. The first and most important task was the development of type solutions, such as the sourcing of suitable materials and manufacturers, and the design of specialized structural solutions. Design of the uniform line image was carried out hand in hand between architects and graphic co-designers. Then the specific planning work commenced. In the recurring annual design phases, experience from previous years was evaluated, solutions refined, and only then were current designs developed. The plans were jointly developed by Uvatev ZRT and Alt Design Studio.
Let's look back at the events of the past 4 years. Kossuth Lajos Square and Blaha Lujza Square stations were renovated in 2004. This was a great challenge for all participants in the project, but traffic recommenced on August 20 as planned. During the partial traffic-free summer periods of the second year, newer line sections were refurbished and the Keleti railway station was renovated. Renovation of the Astoria station and the adjoining underpass also took place during the 10-week total closure period. Renovation of Botyany Square station also took place in 2005 with continuous traffic operation and only partial station shutdowns. Renovation also extended to the underpass that connects to the Szentendrahév train station. In the third year, the largest and most complicated station renovations were undertaken. Reconstruction of further line sections took place in partial traffic-free periods. Déli railway station was closed for 10 weeks and totally renovated. Renovation of Moskva Square station and its surface building took place in the summer of 2006. Renovation of Dayak Square station took place with continuous traffic flow and only partial station closure. This is where the most original materials were preserved. With this, renovation of the subterranean stations was complete. Reconstruction work came to an end in 2007 with the three remaining stations. Designers were then faced with the challenge of making the above-ground stations blend into their surroundings. The Stadionok station was refurbished. Apart from escalators, the station was also equipped with elevators to aid the movement impaired. Following its reconstruction, Pilangor Street station provided a more favourable environment for passengers and workers alike. Newly installed elevators satisfied the requirements for unobstructed access. The Örsvezér Square station's individual design and reconstruction ends the M2 metro line with a significant addition to Budapest cityscape. Despite the fact that periodic traffic closures were unavoidable at certain times on certain line sections, it can be said that reconstruction of the M2 metro line took place while maintaining rail operations. Budapest Public Transport Company's traffic control personnel solved these closures by implementing such prudent supplementary commuting alternatives that the travelling public was inconvenienced in merely the smallest measure possible. Reconstruction of the M2 metro line was carried out according to the requirements and standards of the 21st century and was completed in 2007 according to the prescribed schedule and budget. The renovated stations won the praise of the travelling public, who will be able to commute on this line soon in new carriages for many years to come, in a pleasant environment, quickly and safely.